az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen. Örvendj Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek, és merítsetek vigasztalásának forrásából. Sóvárok, sőt, eped az én lelkem az Úr házáért. Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje Te vagy, Istenem, akinek szívében a Te útjaid vannak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnapnak, Böjt negyedik vasárnapjának igehirdetési alapigéjét, János evangéliumából, a 6. fejezetből, a 30. verstől a következőképpen. Megkérdezték Jézustól, és te milyen jelet mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva. Mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony, bizony, mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki. Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, de mégsem hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit ne veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Amen. Gyermekkorom egyik kedves emléke, amikor édesanyám elküldött reggel a közeli kenyérgyár péküzletébe. A frissen sült kenyerek csodálatos illata, a rupogós kiflik egy életre elkísértek. Manapság, ha valaki jó kenyeret szeretne enni, bizony meg kell keresni azt a péküzletet, ahol többféle termékből is válogathat, és nem biztos, hogy megtalálja gyermekkora ízeit. Éppen ezért sokan otthon sütnek kenyeret, hogy megközelítsék azt az emléket, vagy azt az elképzelést, amire vágynak. János evangéliumában több helyen is találkozunk Jézus én vagyok mondásaival. Az evangélistának az ezzel a célja, hogy hitet ébresszen az olvasóban. Hiszen, ahogy evangéliumának a végén, a 20. fejezet 31. versében írja is, ezek mind azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus Krisztus az Isten fia, és e hitben életetek legyen. Jézus mondásai, amelyek így kezdődnek, hogy én vagyok, valóban megkerülhetetlenek, hiszen isteni erővel szólalnak meg, azzal az igénnyel, hogy higgyünk benne, hogy ő legyen valóban számunkra Isten fia, a megváltásunknak az áloga. Hit szükséges tehát ahhoz, hogy megértsük János üzenetét. De mi is a hit? Hogyha végigolvassuk a 6. fejezetet, akkor nagyon érdekes összképet kapunk, amely jól megmagyarázza Jézusnak ezt az ismert mondását.
Az 5000 ember megvendégelésének történetével indul ez a fejezet. Az éhes emberek Jézustól kenyeret, táplálékot kapnak. Ez hitet ébreszt bennük. Legyen ő a mi királyunk, aki gondoskodik rólunk. Jézus azonban ezt a fajta hitet elutasítja. Eltávozik közülük. Kapernaumba megy. A tömeg másnap utána megy, és hajtja őket az éhség, hajtja őket annak a bizonyossága, hogy hát ha Jézus tud segíteni az ő földi szükségleteiken. Bennük van a szomjúság, kérdések, amelyeket aztán fel is tesznek a fejezet során Jézusnak. Szakaszunk is egy ilyen kérdéssel kezdődött. Milyen jelet mutatsz nekünk? Bizonyítsad, és akkor majd hiszünk neked, hogy valóban te az Atya küldötte vagy, és Istentől jössz. Sokszor mi is így teszünk. Jézusnál földi kenyeret keresünk. Szükségleteinket, vágyainkat szeretnénk, hogy hitünk által Istentől megkapjuk. Imádságaink sokszor ezért nem nyernek meghallgatásra. Amikor azonban csalódás ér bennünket, betegség vagy kudarc, akkor mi is eltávolodunk Istentől, és a bizalmunk meginog ő benne. Jézus azt szeretné, hogy ő benne ne csak anyagi szükségleteink kielégítőjét lássuk. Rá akar mutatni arra, hogy túl a földi, a materiális valóságon a lélek éhezik bennünk. Hogy amikor pótszerekben keressük az örömöt, a felszabadultságot, hogy amikor sokan az italhoz nyúlnak, vagy drogokhoz, valójában azt az űrt akarják elnyomni magukban, amelyik Isten után vágyódik. Azt a sóvárgást, amely a mennyei kenyeret éhezi. Jézushoz térve, amikor az ő igéjét hallgatjuk, akkor mi is megtapasztalhatjuk, hogy ő sokkal többet akar adni nekünk, a földi valóságnál, materiális szükségleteinknél. János evangéliumában jó példa erre Nikodémus, aki tanult farizeusként, sok mindent tudott Izrael népe történetéből. Mégis éhsége Jézushoz űzte, és este látogatja meg őt, hogy kérdéseire választ kapjon. Vagy ott van a samáriai asszony, akit szomjúsága űz a kúthoz minden délben, és amikor Jézussal találkozik ott, az élő vizet kéri tőle. Jézus az ő számukra is sokkal többet ad, mint amit várnak tőle. Én vagyok az élet kenyere, mely minden szükségletet betölt. Valójában sem Nikodémus, sem a samáriai asszony még nem igazán értik ezeket a szavakat. Mi sem értjük Jézus tanúságtételét, csak akkor, hogyha húsvét felől nézzük az eseményeket. Ha meglátjuk, hogy mindaz, amit Jézus kijelent magáról, az nagypénteken és húsvétkor válik valóra. Jézus nem csak megajándékoz bennünket, amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, de önmagát is adja értünk. Ő maga az igazi ajándék, aki nagy csütörtök este szétosztja magát tanítványai között, s nagy pénteken meghal a bűneinkért. A kereszt teszi igazán hitelessé Jézus kijelentését arról, amikor arról beszél, hogy ő ad igazán életet számunkra. Hiszen Jézus nem csak a földi szükségleteinket szeretné betölteni, és bátorságot, bizalmat, reményt adni nekünk itt az úton, ő sokkal többet kínál ennél. Az örök élet kenyerét. A reménységet, hogy van tovább a halál után. A békességet, hogy az életünk Isten kezében van, bármi is történjen velünk,
hogy ő nem felejtkezik el rólunk, hogy ő szilárdan tart most is bennünket, amikor sok félelem és nyomorúság vesz bennünket körül. Ezért nagyon fontos a hit ebben a szakaszban is. Jézus arról beszél, hogy az Atya ajándéka számunkra a hit, amely abban nyilvánul meg, hogy Jézushoz vezet minket. És érdemes megint az összefüggésre figyelni. Jézus nélkül nem igazi az Istenbe vetett hitünk. Hogyha Istent keressük, hozzá imádkozunk, akkor Isten minket Jézushoz küld. Arra utasít, hogy nála keressük a bizonyosságot. Arra utasít, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy hallgassuk az ő igéjét, hogy ő benne megtaláljuk azt, amire valóban vágyódunk. És ezt igazán az úrvacsora szentségében találjuk meg. Nehéz időket élünk, hiszen sokat beszélünk az úrvacsoráról, de valójában sajnos nem élhetünk vele. Bennünk van a vágyódás, a sóvárgás, a lelki kenyér, táplálék után, Jézus után szeretnénk az ő közelségét megtapasztalni, ízlelni, és nem tehetjük. De talán éppen ez a helyzet még inkább arra indít bennünket, hogy megbecsüljük Jézus ajándékát, az ő testét és vérét, az ő igazi ajándékát számunkra. Hiszen ez a bűnbocsánat kenyere, a békesség kenyere, az örök élet itala, amely valóban igaz öröm forrása lehet számunkra a böjti időszakban. Böjt negyedik vasárnapra létáre, az öröm vasárnapja, mert rámutat arra, hogy Jézus tudja a mi szükségleteinket, hiányainkat, fájdalmainkat, és hogy ő mindent megtett, és most is mindent megtesz, hogy megadja nekünk, amire valóban szükségünk van. Adja az Úristen, hogy ezt kérjük, és ezért adjunk hálát neki most is. Ámen. Imádkozzunk. Életnek kenyere, Jézus Krisztus, aki lejöttél a mennyből, hogy életet adja világnak. Jöjj hozzánk is az élet ajándékával. Jöjj, tisztíts meg minket bűneinkből, hogy boldog bizalommal és szabad lelkiismerettel szolgáljunk neked. Jöjj, szentelj meg minket, légy oltalmunk, maradj velünk, maradj nálunk, hadd menjünk egyszer majd mi is oda, ahol te vagy, és a te asztalodnál hadd részesedjünk mindannyian az egy kenyérből és az egy kehelyből, téged dicsérve szentjeid közösségébe. Hallgass meg, Urunk Istenünk, amikor most azokkal a testvéreinkkel együtt emlékezünk és imádkozunk, akik a múlt héten búcsúztak szeretteiktől. Meghajlunk szent és mindenkor jó akaratod előtt, amikor a héten eltemetett testvéreinkről emlékezünk most imádságban. Áldunk mindazért a jóért, amit rajtuk keresztül övéiknek adtál. Bűnbocsátó irgalmaddal fedezd el mindazt, ami emberi gyarlóság volt bennük. Cselekedjél velük kegyelmet szerint, és végső napodon támaszd fel őket üdvösséged örömére. A gyászolókkal és emlékezőkkel éreztesd atyai szeretetedet, vigasztald őket jóságoddal. Mindnyájunkat pedig úgy vezess szent lelkeddel, hogy bölcs szívhez jussunk, akaratod szerint éljünk, egykor pedig együtt örvendezzünk színed előtt, el nem múló örömmel. Urunk Istenünk, eléd visszük még az orvosokat és ápolónőket a kórházakban, az ott kezelt betegeket, adj erőt, szabadulást, gyógyulást, reménységet mindannyiunknak. Köszönjük, hogy hozzád vihetjük szomorúságainkat, és tőled kérhetjük a Szentlélek erejét, ahhoz, hogy helytálljunk, és megmaradjunk a hitben hűségesen. Így hallgass meg minket, Urunk, amikor fiad nevében még együtt
közösen imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.